De nem csak ezeket, hanem az összes többi dolgot is teljesen értéktelennek tartom ahhoz képest, hogy egyre jobban megismerhessem Uramat, Jézus Krisztust, mert őt megismerni mindennél sokkal jobb és értékesebb. Krisztusért mindezekről lemondtam, pedig valamikor értékesek voltak nekem. Most már tudom, hogy mindez csak értéktelen szemét. Azért mondtam le ezekről, hogy Krisztust megnyerjem, és benne élhessek. Mivel hiszek Krisztusban, Isten elfogad engem, ez azonban nem amiatt van, mert igyekeztem a törvényt megtartani, Isten ugyanis a hitem miatt fogad el engem. Az a célom, hogy egyre jobban megismerjem Krisztust, és megtapasztaljam azt az erőt, amelyel Isten feltámasztott őt a halálból. Közösséget akarok vállalni Krisztussal a szenvedésben is. Egyre jobban hasonlítani szeretnék hozzá, még a halálomban is. Mindez pedig abban a reményben, hogy én is részt fogok venni a halottak közül való feltámadásban. Igaz, még nem értem el azt a célt, még nem vagyok olyan, mint amilyennek Isten akarja, hogy legyek, de állandóan azon igyekezem, hogy ezt a célt elérjem, és erősen megragadjam, ahogy Krisztus is erősen megragadott engem. Testvérei, tudom, hogy ezt most még nem értem el, de arra az egy dologra figyelek, elfelejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekszem előre. Azért küzdök, hogy elérjem ezt a célt, és megkapjam a győztesnek járó mennyei jutalmat. Isten maga hívott el bennünket arra Jézus Krisztus által, hogy ezt a díjat megkapjuk. Akik szellemileg érettek vagyunk, mind így kellene gondolkoznunk. Ha valamiben más lenne a véleményetek, Isten majd azt is megmutatja nektek. Amit viszont már megértettünk, azt az igazságot követnünk is kell. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Pál apostolnak ezekkel a szavaival, gondolataival, azokat, akik az interneten keresztül néznek bennünket, illetve azokat is, akik jelen vannak, illetve az autonóm gyülekezet presbitereit, Forrás Attilát, Görbis Tamást és Piszter Ervint. A mai témánknak van történelmi aktualitása, ugyanis ebben az évben, 2017-ben, október 31-én emlékeztünk meg, illetve ünnepelt az egyház, a kereszténység a reformációnak az 500. évfordulóját, ami ugye egy Luther Márton nevű egyetemi tanárnak a nevéhez kapcsolódik szorosan, hisz az ő tevékenysége, ha úgy tetszik, indította el ezt az egész folyamatot, miszerint a wittenbergi kastélytemplomnak az ajtajára állítólag a hagyomány szerint, ugye, ki rakott egy ilyen 95 pontból álló tézist, ami elindította a reformációt, ami ugye hát a biztosítékot is kiverte azonnal a katolikus egyházban, ugyanis ő akkor még oda tartozott, és természetesen az ellenreformáció is elindult azonnal, nem sokkal később, ami megnyilvánult abban, hogy elkezdték üldözni azokat, akik a Luthernek a tanításait követték, átkozni, sőt, még kivégzése is sor került, tudomásom szerint. És Magyarország kivette ebből is a részét. Az élbolyban tartozott az üldözők részéről, ugyanis nagyon hamar ide érkezett Magyarországra, megérkezett a lutheri tanításoknak a nagy része, ugyanis ezen az egyetemen több magyar diák tanult akkoriban, és egy évvel később már Magyarországon kezdett elterjedni Luthernek a tanítása, Luthernek a tanításai. Ugye az első kérdésem az lenne felétek, hogy véleményetek szerint mi motiválta azokat az embereket, akik részt vettek a reformációnak ebben a szakaszában, ugye Calvin is ide lehet sorolni, ő is párhuzamosan Svájcban elindult, rajta keresztül is egy ilyen mozgalom. Mi motiválta őket? Mert tudjuk, hogy az egyház ebben az időben tényleg a legalján volt, egy borzalmas állapotok uralkodtak az egyházban, egyszer mindenki látta, a társadalomnak a különböző rétegei is, számára is világos volt az, hogy az egyház
borzalmas állapotban van, és már nagyon régóta erőködtek, próbálták megújítani az egyházat, de nem sikerült, és hirtelen történt valami, állítólag Luthernak ez egy reakciója volt erre arra bizonyos búcsú cédulára, és hogy ez verte ki a biztosítókot, ez volt az íre a pont, de mégiscsak egy folyamat volt ez, és ez a kérdésem az, hogy szerintetek mi motiválta ezeket az embereket arra, hogy ilyen bátor döntéseket hozzanak? Ez egy reakció volt arra az állapotra, amit láttak az egyházban, egy természetes emberi reakció, vagy pedig az motiválta őket, hogy végre legyen valami változás, már csak így nem maradjunk, vagy pedig tényleg jött egy kijelentés az Úrtól, kaptak kijelentést Istentől, és az indított el őket ebbe az irányba, ez indította őket arra, hogy ilyen bátor lépéseket tegyenek, mert ebben azért legyünk őszinték, nem kis kockázat volt. Hát először is a reformáció maga azért egy szerteágazó folyamat volt, most ugye nyilván nincs mód és lehetőség ezt elemezni, és nem is vagyunk ennek szakértői. Voltak előreformátorok, nagyon sokszor próbálták az egyházat megreformálni. Azt kell látni, hogy ugye abban az időben gyakorlatilag ugye a királyság, a királyi hatalom, a világi hatalom és az egyházi hatalom teljes mértékben összefonódott, és olyan totalitárius uralom alakult ki Európában, ami ehhez a romláshoz vezetett. Az egyházon belül is mindenki tisztában volt azzal, hogy valamin változtatni kell, mert ez így nem jó. Csak nyilvánvalóan azok, akik haszonélvezői voltak ennek a rendszernek, fölül voltak, a gályához tartoztak, és nem a víznek az árjához, azoknak az embereket semmi a világon nem motiválta arra, hogy változtassanak, hiszen nekik ez így volt jó. De tömegeknek nem volt jó, és ezért kereste mindenki a megoldást. És aztán támadtak radikális emberek, olyanok is, akiknek a radikalizmusa aztán tartós eredményekhez vezetett, mint Luther és Calviné, és olyanok is, akik aztán a radikalizmusukkal együtt eltűntek a sűjesztőbe, például ugye Thomas Müntzer is, vagy akár a Münsteri Istenkirályságot kikiáltó anabaptisták. Úgyhogy a legnagyobb vívmánya, én azt gondolom, a reformációnak az volt, hogy azt kell végig gondolni, hogy jó, eltévedtünk, tehát ez így nem jó. Az egyház valahol nagyon elkeveredett attól, amit Krisztus és az apostolok képviseltek, de akkor mi a jó, mi az etalom, mihez kéne visszatérni, mihez mérjük ezeket a dolgokat. És akkor elővették az írásokat, a Szentírást, és gyakorlatilag azt mondták, hogy az írások alapján kell az egyházat visszavinni arra a pontra, ahonnan eltévedt. És innen eredeztethető az, hogy ezek az emberek nagyon nagy hangsúlyt tettek arra, hogy lefordítsák a Bibliát, hogy eljusson az egyszerű olvasókhoz is a Szentírás, hogy az emberek ismerjék, hogy mi volt megírva. De ha a személyes indítatásokat kérdezed, akkor ez biztos, hogy Isten szelleme volt az, ami őket indította arra, hogy keressenek, utassanak, és nagyon sok hitigasságra rátaláltak, és ezek a hitigasságok megváltoztatták az egyháznak nem csak a reformált részét, mert a katolikus egyházra is visszahatott. Ugye mi szeretjük csak az ellenreformációt látni ebből, de az egyház a másikon összekapta magát, tehát írva van, hogy nem néppel ingerellek, tehát maga a katolikus egyház is kénytelen volt valamilyen módon a saját magát is megreformálni és rendbe rakni, még akkor is, hogyha szembe helyezkedett a luteri kihívásokkal, és megerősítette magát azokban a dogmákban, amiket a reformátorok támadtak, de összekapta magát, eltelt vagy 100 év, mire magához tért, de összekapta magát valamennyire, és változtatott, és tehát ez a nagy szervezet is, akár akarta, akár nem, valamilyen módon a reformáció hatására változásokon ment keresztül, a maga nemében jobb lett. Tehát legalábbis azok a szélsőségek visszaszorultak, amik teljesen általánosak voltak a reneszánsz korban. Én egy kicsit a spirituális oldalról közelítem meg, annál is inkább, mert amiket felolvastál igét, az... és Pál apostolra vonatkozik, például a Pál apostolnak maga a megtérése, maga az Istenhez fordulása, amikor ugye ennek eredményeként azt mondja, hogy mindent kárnak és szemétnek ítél Krisztus ismeretéhez képest, hogy Lutherban volt egy istenkeresés, és ahogy a Tamás is mondta, hogy ott mindenki tudta, hogy ez így nem jó.
És ez egészen odáig ment, hogy elzarándokolt Rómába, hogy megpróbálta megragadni azt, hogy mi lehet. És ugye a hagyomány szerint kapott egy isteni érintést, most, hogy a villám belecsapott, nem csapott, és hogy történt, mint történt, ez részletkérdés. A lényeg, hogy ez az ember valamit, és én azért mondom a spirituális részét, valamit kapott fölülről, amin mindenki csodálkozott az elszántságán, tehát túl azon, hogy nyilván emberileg is bölcs volt, pap volt, belülről is látta a problémát totálisan, de valamit kapott kívülről, amit én úgy hívok, vagy úgy mondanék ma, hogy egy isteni érintést. És ez az isteni érintés úgy tűnik, hogy elvezette őt oda, hogy elkezdte kutatni, és elkezdte keresni, hogy mi az. És amit a Tamás mondott, teljesen egyetértve vele, hogy az egy dolog, hogy észrevesszük valamiről, hogy nem jó. Na de mit adunk helyette? És én azt gondolom, hogy az Isten érintésnek itt van óriási része. Hogy egyszerűen kapunk az Istentől egy olyan lökést, most mindegy, ugye Pál apostol a damaszkuszi úton kapta ezt meg, ami megváltoztat, megfordít bennünket. És innentől kezdve látni a Luthernak az elkötelezését abban, hogy az igazságot tegye, és ehhez én azt gondolom, hogy kapott, én mai karizmatikus fejemmel úgy fogalmazom, meg kapott kijelentéseket Istentől, a hitre vonatkozóan, az ige fontosságára vonatkozóan, az ő személyes életére vonatkozóan, olyan dogmáknak az átlépésére, ami halálos bűnnek számított, nem csak a búcsú cédulára gondolok, hanem az öngyilkossághoz való hozzás, és egy csomó, most nyilván nincs időnk erre. És én azt gondolom, hogy ez valahogy belülről jött és fakadt belőle, és tényleg oda vezette őt, hogy egy hatalmas ambícióval vitte vissza a kereszténységet a maga területén az Isten igéjéhez és a Bibliához. És ez valami elképesztő nagy dolog volt. Ennyit. Most aztán majd a következő kérdés. Én szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz. Alapvetően én is a Szent Szellemnek a munkáját nagyon fontosnak látom abban, ami történt. Azt mondja a Biblia, hogy a Szent Szellem az igazságnak a szelleme, és az igazságtalanság nyilvánvaló volt. És minél nagyobb az igazságtalanság, annál nagyobb a feszültség az embereknek a szívében. Az Isten képére lettünk teremtve, és elképesztően nagy igazságérzetünk van. És a belső feszültséget, az ambivalenciát, az pontosan érezzük, amikor valami pont az ellenkezője képen van hirdetve, mint ahogy az igazság, hogy az Isten igazság. És addig is, ahogy a Tamás is említette, voltak reformációs mozgalmak, és ezeket többé-kevésbé elnyomták, vagy elfojtották, de azt hiszem, hogy itt volt egy olyan pont, amikor már akkora volt a belső feszültség, hogy amikor az igazságnak a hangja, amit én azt gondolom, hogy a Szent Szellem inspirált alapvetően megszólalt, akkor nagyon sok embernek a szívében a Szent Szellem erről bizonyságot tett. És nagyon egyértelmű volt, hogy az embereknek ez a belső vágya, ami ott volt, hogy visszatérjenek az igazsághoz, ez tényleg tömegesen történt meg. Egyébként említetted a magyarokat, Magyarországon nem csak hogy úgy mondjam, az ellenreformációban voltak erősek, egész falvak tértek meg, és változtattak gyakorlatilag vallást, mert felismerték az igazságot, és jutottak hitre az Isten igazságait illetően, és ahogy Ervin is említette, Luther egy nagyon bölcs ember volt, aki az akkori kornak a kommunikációs lehetőségeit maximálisan kihasználta és érvényesítette, és gyakorlatilag nyilván nem olyan mértékben, mint a mai internetes világban, de pillanatok alatt az egész Európát ezeknek a kinyilatkoztatásoknak az ereje bejárta és átjárta. A másik, ami nagyon fontos, ugye mint a ketten említettétek, hogy az írásnak a szerepe, illetve az íráshoz való viszonynak a szerepe. Azért gondoljunk bele Luthernek a helyzetébe, hogy ott volt az írás, amit tanulmányozott, ugyanakkor ott voltak a több száz éves dogmák és egyházi tanítások. És volt benne egy nagyon nagy radikalizmus abban az értelemben, hogy kész volt fölrúgni az egyházi tradíciókat. És ha belegondolunk, a mai egyházban ugyanez a tét,
hogy készek vagyunk-e esetleg elengedni azokat a berögzött dolgokat, akár az istentiszteleti formákat, vagy a gyülekezeti gyakorlatokat illetően, amik tényleg csak a hagyományok szintjén vannak meg, és készek vagyunk-e esetleg visszanyúlni ahhoz, ami a Szentírásban benne van. És Luther ebben tényleg nagyon-nagyon radikális volt, és bátran meglépte ezt, és ennek ott akkor abban a korban óriási ereje volt, és én azt gondolom, hogy igen, ez a Szent Szellemnek a munkája volt, és az Isten szelleme mögötte volt, és azt gondolom, hogy Luther igen egy kiválasztott ember volt, mert alkalmas volt nagyon sok szempontból arra, mint például Pál apostol is, aki nagyon sok levelet írt az Új Szövetségben, tehát meg volt a bölcsessége is hozzá, az ige ismerete, a kapcsolati tőkéje és minden egyéb, ami lehetővé tette azt, hogy az Istennek ez a munkája elinduljon. És a reformáció az azt jelenti, hogy visszatérni ahhoz, ami az eredeti, ahhoz, ami az igazság. Pont ez lett volna a következő kérdésem, személyre szabottan egy kicsit személyesebb kérdést szeretnék feltenni nektek, aztán majd jönnek a provokatívabb kérdések is. Tehát, hogy ti hogyan definiáljátok a reformációt, ugye az tényleg a szájában ez tulajdonképpen már nagyjából elhangzott, de mégis az, hogy hogyan éltétek meg az életeteknek a különböző korszakában azt, hogy Isten a személyes életetekben, vagy a környezetetekben, akár a gyülekezeti környezetre gondolok itt, ha nem is ilyen nagy volumenű, de azért kicsit kisebb mértékben reformációt hajtott végre, hozott létre a Szent Szellem. Ilyen személyes megtapasztalásra gondolok. Hát nyilván mi is nagyon sokféle változáson megyünk keresztül, és azt gondolom, hogy minden kornak megvannak a maga kifejező eszközei, ahogy a hitét megéli, és ami hitből van, az legális, tehát most teljesen mindegy, hogy orgonabúgással vagy elektromos gitárral fejezi ki valaki a hitét, a lényeg az, hogy a hitét fejezze ki, ugyanúgy mindegy, hogy most bravúros szóvirágokkal előre megírt prédikációt mond el irodalmi értékben, vagy pedig egy spontán parasztproféta mondja el a maga képességei szerint az üzenetet, a lényeg az, hogy ez legális és élő hitből fakadjon. És éppen ezért a tartalom az archaikus, a forma az mindig változik, és minden nemzedéknek meg kell találnia azt a formát, amiben ő jól érzi magát, és amiben ki tudja fejezni a saját hitét. Ugye mi a rock nemzedék vagyunk, és ezért olyan rockosan éltük meg a dolgokat, ezt a nemzedéket ez szólította meg, de önmagában véve a rockos zene semmit nem végzett volna el az életünkben, hogyha abban nincs benne Istennek a szelleme, és mi nem éljük át azt, hogy az Úr megszólít bennünket. És az utánunk jövők nem tudom milyenek lesznek. Néha megkérdezték tőlem, hogy milyennek látom ezt a gyülekezetet 25 meg 30 év múlva, és besírnék, hogyha ugyanilyen lenne, mint most. A mi gyermekeink majd átformálják ezt a gyülekezetet a saját képükre és hasonlatosságukra, a saját hitükre. A legrosszabb az lenne, hogyha mindaz, amit most mi spontán kialakítottunk és megélünk, az így bemerevedve egy ilyen szokássá válna, és ugyanezeket az énekeket énekelnék 100 év múlva is ebben a gyülekezetben. Szerintem az borzasztó lenne. És ilyenkor megszokták azt is kérdezni, nem sajnálnánk-e, hogy mindaz, amit mi felépítettünk, az kvázi lerombolódik, vagy átalakul, hogy mások más azokat a dolgokat, amik nekünk kedvesek, szépek és jók, azokat kidobálják. De én azt gondolom, hogy nem. Tehát ez teljesen természetes kell legyen, és mindig lesznek ugyanakkor a generációk között ellentétek is, hiszen Jézus azt mondta, hogy nem kell mindenkinek az új bor azonnal, hanem azt mondják az emberek, hogy jó az ó. És akik azt mondják, hogy jó az ó, azokat sem kell bántani, hogyha ezt ők hitből teszik, és azt mondják, hogy mi már megszoktuk ezt, ez kedves nekünk, nem akarunk rajta változtatni, de ugyanakkor azokat, akik pedig azt mondják, hogy nekünk ez már olyan avittos, már olyan hullaszagú, szeretnénk mi a magunk módján ezt megtenni, azok meg engedik el, hogy az új bort új tömlőbe töltsék, és új formákat adjanak ennek a dolognak, és ez nem szokott azért olyan nagyon feszültség nélkül menni. És mi is ebben a feszült térben
szocializálódtunk, amikor én megtértem, akkor a dob, az elektromos gitár az olyan dolog volt, hogy akik csinálták, azok azt hitték, hogy na ők most aztán annyira elkapták az Isten lábát, hogy nagyon, akik pedig nem, azok meg úgy gondolták, hogy kész, bejött a világ, a rock'n'roll-al együtt, a bűn és a nem tudom én micsoda, ellepte az egyházat, és ebből csak tragédia lehet, és eltévedés, és antikrisztus, és semmi más, és egyik félnek sem volt igaza. Az idő aztán megmutatta, hogy a dolgok egészen másképp működnek. Én nagyon érdekes módon, ugye beszéltünk, tegyük a helyére sorozatban az ébredésekről is, és én azt gondolom, hogy az ébredések valahol mindig a reformáció részei. És az ébredések arról szólnak, hogy emberek visszafordulnak, odafordulnak Istenhez, Isten élményt kapnak. Ez az Isten élmény radikálisan megváltoztatja az életüket, megváltoztatja a szokásaikat, akár a vallásos életüket és a vallásos szokásaikat is. Ugye én egy klasszikusan protestáns családban nőttem fel, és most nem akarnám megint elmondani, de kétségtelen, hogy egy csomó olyan tradícióban nőttem fel, ami számomra üres és kihalt volt. Kicsit most ez nem hangozott nagyképűen, ugye, mint a Luther is, hogy hát én is láttam, hogy ennek az én személyes életemre vonatkozóan nem sok haszna van, és nem sok követendő van benne, holott nagyon istenfélő és hívő emberekről beszélünk, akik a szüleim is, meg a környezetem is. És hogyha én nem élem át az Istennek ezt a fajta természet fölötti érintését, amit utána én vissza tudtam igazolni a Bibliából magamnak is, meg az engem faggatóknak is. Tehát én is ugyanoda jutottam, hogy de amit velem történt, az itt van benne a Bibliában. Nyelveken szólás, Szent Szellem erejétől való megérintettség, Jézus Krisztusnak a életemben a középpontba helyezése, a Bibliához fordulás, stb. Nem sorolom el mindet. Ugye amikor ezek az élmények megvoltak, akkor én egy totális megtérésen mentem keresztül, és ez szembe került az én akkori vallásos világommal, közegemmel. Tehát én azonnal a megtérésem utáni pillanatban is, az Isten élményem után is, az első az volt, hogy elkezdték ezt kikezdeni. És nem olyan szinten, hogy egészen elment odáig ez a dolog, hogy ez nem Istentől van, hanem az ördögtől van, és kizártak úgy egy felekezetből, aminek nem voltam sose tagja, és eltiltottak az ország összes gyülekezetének a látogatásától. Na most ugye ott áll az ember egy fantasztikus Isten élménnyel, amit radikálisan megváltoztatja az életemet, és úgy tűnik, hogy bárhova fordulsz, mindenhol csak azt mondják, hogy elment az eszed, vagy megbolondultál, vagy nem tudom én mi. És közben tudod a Bibliából, hogy neked igazad van, legalábbis olyan téren, hogy nem történt veled olyan, ami nincs benne a Bibliában. És én azt gondolom, hogy a folyamatos reformáció, ugye, amit a címnek is adtunk, az pontosan ebben rejlik, hogy mindnyájan valamilyen közegbe felnövünk, mindnyájan kapunk Istentől egy olyan érintést, ami részben igazolhatja is azt a közeget, de többnyire ellene megy, tehát én nem feltétlenül mondom minden esetben, hogy ellene megy, többnyire ellene megy, és itt az ember egy döntés elé kényszerül, és az én számomra az ébredés, vagy a reformáció, az egy valóságos, Isten élménnyel párosuló, Istenbeli fordulás, aminek az a lényege, hogy az ember maga mögé tudja a múltat, a tradícióit, a szokásait, és elindul valami olyan úton, ami új, még idegen, mert nekünk ez nagyon sokat mondta, hogy idegen tudomány, idegen, viszont mégis az Isten igéjével és a Szent Szellem működésével harmóniában van. Nekem ez volt az ébredési, illetve a reformáció. Az igével és a Szent Szellemmel. Igen, de a természet fölötti élmény kapcsán vagy hatására jött ez az életembe, szemben a tradíciómmal. Igen. Igen, hát ahogy említette az Ervin, hogy milyen ellenállásokba ütközött, amikor elkezdte az életét hozzáigazítani az Istennek az igéjéhez. Egyébként ez Luthernél is így történt, mert gyakorlatilag viszonylag hamar törvényen kívül lett helyezve, és gyakorlatilag lehetővé vált az, hogy bárki következmények nélkül eltegye láb alól, és aztán ugye el is rabolták, de ez csak egy
pozitív fordulat volt, mert egy várban találta magát, ahol elkezdte fordítani a Bibliát. De amit szeretnék mondani az az, hogy ez nagyon tetten érhető most is, hogy amikor az ember elkezd egy igazságot képviselni, mert rájön valamire, abban a pillanatban van egy másik erő is, ami életbe lép, az igazság szellemével szemben, ez pedig a hazugságnak az atyától származik, aki mindig megpróbálja az igazságot elfolytani és szembeszállni az igazsággal, és ennek a két erőnek a konfliktusában mindig ott találjuk magunkat. De a személyes reformációt, hogyha kérdezed az én életemben, nagyon jó az a, az alap, ami akkor ott 500 évvel ezelőtt elindult, a Sola Scriptura, hogy egyedül a Szentírás, mert az írásból rengeteg dologra rájövök én is újból és újból, amik újdonságok az életemben, amik az újdonság erejével hatnak, és gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy elképesztően mély az Istennek az igéje. És nagyon élvezem azt, ahogy Isten újból és újból megújít, vagy visszavisz olyan dolgokhoz, amik benne voltak az ő eredeti tervében. És ugye a reformáció nem állt meg, illetve már párhuzamosan akkor elindult az, hogy mit is jelent tulajdonképpen a vízkeresztség, a merítkezés. Aztán az én személyes életemben ez nem volt számomra újdonság, mert ebben nőttem föl, amikor fölismertem az Istennek az igéjéből, hogy mit jelent betöltekezni az Istennek a szellemével. Ez egy fantasztikus átélés volt, és egy fantasztikus megtapasztalás a számomra. Aztán tovább haladva, azt hiszem, hogy az elmúlt nem tudom én hány évemnek a legnagyobb felfedezése az, ami egyébként akkor is a reformációnak a felfedezése volt, hogy szól a fide, hogy egyedül hit által igazulunk meg, és hogy szól a grácia, hogy egyedül kegyelemből van üdvösségünk, hit által, és nem a cselekedetekért. És egyébként ott is az volt a gyújtópont, ez a búcsú cédula, ez volt talán az utolsó csepp a pohárba, ami nagyon szembe ment azzal az Isten igazsággal, hogy minden hitből van. És kegyelemből van üdvösségünk, és hitáltal van ez. És nagyon érdekes ez, mert minden, ami nem a megigazulás, az az önigazulás, és az önigazolás. És minden, ami nem a megigazulás, ami a Krisztusnak a szelleme, az az Antikrisztusnak a szelleme. Igen. És az egyházban most is jelen vannak ezek a konfliktusok, és azt gondolom, hogy amiben most benne vagyunk, azért üt, az is most is ekkora erővel, mert rengeteg embernek a szívében ott van az éhség arra, hogy a megigazulást hirdessük, hogy az Istennek a kegyelmét hirdessük, hogy a hitet hirdessük, és az én személyes életemben is azt tapasztalom, hogy ez radikálisan megváltoztat, elmélyíti az Istennel való kapcsolatomat, sokkal jobban ragaszkodok az Istenhez, sokkal többet megismerek a szeretetéből, és minden ellenkező híreszteléssel szemben ez nem arra jogosít fel, vagy nem azt eredményezi, hogy egyre bűnösebb vagyok, hanem hogy egyre jobban akarok tetszeni annak az Istennek, aki ennyire szeret engem feltétel nélkül. Jó, egész jól lenne neked ez a mély orgánumat. Igen, meg vagyok fázva, de... Hogy hallgatlak itt benneteket... Krisztus sebeiben meggyógyultam. Nem, hogy hallgatlak itt benneteket, tulajdonképpen ez az öt szóla jut eszembe, öt csak más néven, hogy csak a Szentírás, csak hitáltal, csak kegyelemből, csak Jézus és csak az Úr a dicsőség, hogy szinte mind a hármódoknak ugyanazt hozta létre az életetekben az Úr, amikor tényleg a Szent Szellemnek egy új munkája indult meg, hogy az írásnak a tekintélye, az igéhez való visszatérés, az igének a felfedezése, az igeben való gyönyörködés. És ugye ez volt az eszenciája ennek a 95 pontnak, amit Luther kiszegezett állítólag oda a kapura, ez az öt csak, vagy öt szóla. És ezzel kapcsolatos lenne a következő kérdésem, hogy azt gondolom, mindannyian el tudjuk fogadni, hogy ez az öt szóla, vagy ez az öt csak, ez tényleg az alapját képezi a reformációnak, és most is megállja a helyét. Ugyanúgy, mint 500 évvel ezelőtt. A kérdés viszont az, hogy szerintetek mit értett meg az akkori egyház ebből? Nyilván ezt nem tudjuk teljesen kimeríteni, tehát a válasz szintjén nem tudhatjuk, csak úgy mégis nagyjából. Illetve a mai modern egyház, modern kereszténység, akár a protestáns vagy a történelmiek, mit értenek ebből, mit értettek meg, és mi az, amit megtartanak, mi az, amihez ragaszkodnak, mi az, amiben egység van a mai modern keresztény irányzatok között. Vagy van-e egyáltalán ilyen, vagy minden nem vitatkozunk?
Hát nyilván, amikor meg akarsz valamit reformálni, és látod, hogy az egész valahogy nem stimmel, az arra készteti az embert, hogy újra gondolja az alapjaitól. Mindazt, hogy miben hisz, és mit akar elérni, és miről szól az élete, vagy miről szól a hite. És ugyanezt tették a reformátorok is, hogy az ige alapján végig gondolták, és a kegyelem abban nyilvánult meg az ő életükben, hogy Isten megnyitotta a szemüket nagyon sok mindenre. Nyilván a reformáció ilyen szempontból befejezetlen maradt, és egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ha Luther ma élne, akkor evangélikus gyülekezetbe járna. Lehet, hogy oda menne, és aztán azt mondaná neki, hogy az a nevetek, hogy éltek, pedig halottak vagytok, vagy még ennél is csúnyábbat, ismervén ugye a stílusát. De más helyeken meg jól érezné magát, akár a városok között, akár mások között. Nyilván egy olyan időszakban, amikor az ember igyekszik elválasztani a jót a rossztól, akkor két dolog mindig történik, olyat is kidob, amit nem kéne. Másrészt pedig tudomásul kell venni, hogy nem jut el a teljességre, tehát akárhogy is, de csak rész szerint ismeri meg a dolgokat, és ugye a reformátoroknak is nagyon sok mindennel nehéz volt szakítani, és a későbbi időszakokban aztán az egyház bátrabbik része lassan kivajutta, megszülte azokat az igazságokat is, amelyek most legalábbis az evangéliumi körökben közkeletűek. Ugye azt szokták mondani, hogy a karizma létrehozza az intézményt, aztán az intézmény megöli a karizmát. Vagyis, hogy kialakul egy mozgalom, majd a mozgalom intézményesül, kátékat írunk, könyveket írunk, és a következő nemzedéket már ezekből a könyvekből tanítjuk, és ahogy megvan írva, hogy akik ismerték Józsuét, és a Józsué idejében élt véneket, addig még úgy helyek közel működött az Izrael, aztán utána elkanászottak, és a következő nemzedék már nem járt az Úrnak az útján. Ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy hogyan lehet továbbadni a következő nemzedéknek a hitet. Én hiszek az intézményesül, és szerintem az intézmények is, vagy akár a hagyományok is fontos szerepet játszhatnak a maguk nemében és a maguk helyén. Nyilván az igét nem írhatják felül, de a maguk helyén fontos szerepet játszanak abban, hogy egyik nemzedék a másiknak átadja a hitét és a meggyőződését, de minden nemzedéknek saját magának rá kell találni a hitösvényeire, hogy megint bibliai képpel éljek, Izsáknak ki kellett a kutakat tisztítani, és amiket bedobáltak, azokat újra működőképessé kellett tenni, és a kő nem segített a nyájon, meg rajta se, hanem az élő vízig újból le kellett ásnia, azokon a helyeken, ahol az élő víz, tehát ahol már ezek a dolgok működtek. Egy picit szeretnék arra is reagálni, amit az Attila mondott, hogy amikor ugye egy isteni érintés megcsap egy embert, akkor a környezete hajlamos furcsán reagálni, de nem feltétlenül csak azért, mert ez egy sátáni ellenhatás, hanem azért, mert az ember, az Istentől elidegenedett embernek a tehetetlensége meglehetősen nagy. Tehát Jézust a názáretiek nem fogadták el, a saját családja is sokáig ellenállt, mert hát az emberek úgy voltak vele, hogy hát itt él közöttünk 25 évig, most mi jutott ebbe a gyerekbe, hogy azt állítja, hogy ő a messiás, hát csak észrevettük volna, ő az, most mind vakok vagyunk, meg mind hülyék vagyunk, vagy mi történt ezzel, és nehezen fogadták el, hogy igenis, amikor ő elment, és megkeresztelkedett, és rászállt a Szentlélek, és isteni szózat lőn, és utána megkísértettett a pusztába, ő egy más emberként ért vissza. Valaki egészen mássá lett, akinek a személyiségének ezek a vonásai nem derültek ki az alatt a 25 év alatt, inkább a háttérbe voltak, és most ezek kerültek elétérbe, és a 25 évi működése által megismert vonások pedig a háttérbe kerültek. És olyanok vagyunk, mint az Emmauszi tanítványok nagyon sokszor, hogy reszívek mindazoknak az elhívésére, ami meg van írva. És ha őszinték vagyunk, a Biblia még most is tele van olyan igékkel, amiket nem hiszünk el, mi nem is értünk. Azt hiszük, hogy értjük, lehet, hogy tanítunk bibliaiskolát, tanítunk róla, de nem értjük úgy, ahogy érteni kellene, hiszen az válik az emberben húsvér valósággá, ami tényleg a lelkiismeretéig, a szívéig hatol és élővé tud válni. És az intézményekkel is ugyanez a helyzet, hogy az intézményeknek is, ha nem tudnak megújulni, nem tudnak visszatérni ahhoz a szellemhez, ahhoz a hithez, ami az intézményt létrehozta, nem képesek ezt a következő nemzedékben és a következőben megújítani, hanem öncélúvá válik az intézmény, akkor valóban az megöli a karizmát. Akkor az lesz fontos, hogy az intézményt fel lehessen tartani, az intézmény reputációja és így tovább. Ez lesz fontos, az emberek már szolgálni fogják az intézményt, és nem az intézmény fogja szolgálni az embereket. De
az kell, hogy ez a megújulás, ez végbe tudjon menni, és ha ezzel tisztában vagyunk, hogy újból és újból megújulásra szükség van, és olyan, hogy ez a gyülekezet, ez a felekezet, ez az irányzat eljutott a csúcsra, és innen már csak lefelé vezet az út, akkor ezek a változásokban meggyőzhetők leszünk, még ha eleinte az ember ellent is áll. Én a klérus tenném még hozzá, azzal együtt, hogy teljesen egyetértek ezzel az egész intézmény kérdéssel, hogy a másik dolog, ami személy szerint én azt gondolom, hogy amikor klérussá növi ki magát az a réteg, aki hordozója ezeknek a fajta ébredési mozgalmaknak, vagy reformációnak. Ugye én egy olyan háttérből jövök, mint említettem, hogy én ezt nyilvánvalóan láttam, mert az őseim, most így mondom, 200 évvel azelőtt nagyon aktív emberek voltak, például az evangelizálás területén. És olyannyira, hogy falvak tértek meg lettek a felekezetnek a tagjai, és ezek egy idő után eltűntek ezek a dolgok, és amikor mi átértük ezt, mondjuk 150 évvel később, hogy hasonló módon viselkedtünk, azt simán de ördöginek mondták, és teljesen egyetértek veled, hogy én akkor nagyon megvetettem őket, és én mondtam, nem én vagyok az ördögi, hanem ti vagytok az ördögi, és nem én fogok elkározni, hanem ti fogtok, mert a Szent Szellemet káromoltátok, mert nem, de erről már beszéltünk, tehát ment ott rendesen olyan luteri módon adok kapok, amit én ma már egészen másképp gondolok, teljesen egyetértve Tamás, hogy sokkal megfontoltabb az ember, és megértőbb az ember, különösen megy előre. Tehát én azt gondolom, hogy ez a szerepe a újkori ébredéseknek is, én magam a személyes életemben is láttam, hogy mennyire benne van az a veszély, hogy kinövik magukat azok az emberek is, akik részesei voltak az ébredésnek, és saját maguk érdekében, az intézményeik védelme érdekében hajthatatlan, becsontosodott emberekké válnak, és nem képesek újra és újra a megújulásra. Akkor ki hátrálnak ezekből az igazságokból, amit már megismertek? Nem csak ki is hátrálhatnak belőle, de nem inkább ki hátrálnak, hanem inkább a saját elképzeléseik szerint megmeredítik ezeket a dolgokat, és mindenki, aki nem őt fogadja el ezzel együtt, tehát akkor már az ellenségévé lesz az ügynek. Ezt ugye úgy szoktuk mondani, amikor a szolgálati ajándék fontosabb, mint amit az Isten igéje mond, akkor pontosan ebben a helyzetben vagyunk. És ez minden szolgálati ajándékra igaz, és ebben a pillanatban az intézmény párosulva azokkal a szolgálati ajándékokkal, akik nélkülözhetetlennek tartják magukat a mindenkori ébredésnek a fontosságában, akadályai lesznek, rendesen akadályai lesznek annak, hogy ez a fajta reformáció, ez a fajta megújulás, ez működni tudja. Tehát ez csak egy adalék ahhoz, amit a Tamás elmond. Igen, én nem vagyok intézményellenes, de nagyon fontos, hogy az intézmények azért jöjjenek létre, hogy az igazságot szolgálják, tehát a felismert igazságot alátámasszák, azt erősítsék, és értelemszerűen, hogyha megfordul, tehát hogyha fontosabbá válik az intézmény, mint a felismert igazság, akkor kezdődnek a problémák. Én még egy dolgot hozzátennék, ami szerintem a mai egyházban ugyanúgy jelen van, amikor úgymond reformációs mozgalmak indulnak el, visszatérések, visszakanyarodások az igazsághoz, ez pedig a hatalomnak a kérdése. És gyakorlatilag akkor is, amikor Luther idejében beszélünk a reformációról, ez terítéken volt. Egyrészt arról az oldalról, hogy amikor felismersz egy igazságot, és elkezded ezt működtetni, és azt látod, hogy ez hat, és tömegek kezdenek el követni, akkor óhatatlanul megkísért a hatalom, mert ez egy óriási befolyás. Utaltam arra, meg Ervin is utalt rá, hogy Magyarországon is, amikor reformáció volt, tényleg egész falvak tértek meg. Én talán 2 éve voltam Erdőbényén, és akkor, ha már ott jártam, akkor kicsit körbenéztem, és elolvasgattam a kiírásokat abban a községben, és ott például, amikor a reformáció volt, gyakorlatilag az egész falu úgy, ahogy volt, áttért a református hitre, és a katolikus templom az megmaradt, mint intézmény, és hát akkor a katolikus egyház, illetve az a hűbéres úr, akihez tartozott ez a terület, megvonta a templom használatnak a jogát
a hívektől, és akkor ők építettek egy hatalmas református templomot gyakorlatilag. De aztán, amikor elindult a rekatolizáció, akkor gyakorlatilag ez sem az igazságról szólt elsősorban, hanem a befolyásnak a visszaszerzéséről, és a hatalomnak a visszaszerzéséről. És ma Magyarországon is ugyanez van. Tehát, hogy nagyon sokszor az intézményeket azért féltjük, mert nagyon sokan féltik a befolyásukat, a megszerzett befolyásukat, a megszerzett hatalmukat, politikai hatalmukat, és ezek sokszor akadályai annak, hogy az igazság az felszínre kerüljön. Jézus viszont nyomatékosította, hogy az ő országa az nem ebből a világból való, ő nem politikai hatalmat akart hozni, hanem az igazságnak a hatalmát, mert az igazságnak a megismerése az valóban felszabadítja az embereket, és szabaddá teszi őket. Van egy hát egyre ismertebb, most már 10x éve íródott profécia, amit az egyik régi kedves barátom kapott az úrtól, és abban az akkori egyháznak, ami most is abszolút aktuális, az állapotát jellemezte, és ott leírt egy olyan képet, hogy vannak olyan létfontosságú vitaminok, amiket elzárva tartanak sokszor a hívektől, és ezek a vitaminoknak az egyike az Isten feltétel nélküli szeretete, a másik az pedig a személyes vezetés, az Istennek a személyes kijelentése. Amikor nem feltétlenül arról vagy szorulva, hogy más uralkodjon rajtad, hogy mások közvetítsenek közted és az Isten között, hanem Isten személyesen tud vezetni téged. És akkor ugye úgy írja le ezt a képet, hogy azokon a konténereken, ahol ezek a vitaminok vannak, két őr ül, ketten őrködnek rajta, és az egyik őrnek az a neve, hogy egzisztenciaféltés, a másiknak a neve pedig az, hogy hatalomféltés, befolyásféltés, és nagyon sokszor tényleg ez jelen van, hogy az egzisztencia, a hatalom össze van fonódva az egyházi intézményekkel is. Az igazság viszont ezeket mindig szétfeszíti. És az ember nem tud más csinálni, mint hogy újból és újból oda visszakanyarodik, hogy kénytelen vagyok hitből élni, hit által élni. Tehát tulajdonképpen akkor azt mondjátok, tehát a kérdésemre az a válaszatok, tehát ezzel az öt csakkal kapcsolatban, öt szulával kapcsolatban, mert ugye tulajdonképpen ez az öt dolog volt az, ami leginkább szembe fordult, ebben nyilvánult meg leginkább az, hogy Luther szembe helyezkedett a pápának a tekintélyével, illetve a katolikus egyháznak a különböző tanaival. Tehát ebben nyilvánult meg leginkább. Akkor azt mondjátok, hogy ezeknek az igazságoknak a kevésbé figyelembe vétele kövesítette be az intézményeket, tehát építette fel az intézménynek azt a fajta tekintét, ami már akár direkt, akár indirekt módon a reformációnak valamilyen módon ellene áll. Ez mi a véleményetek, ez mennyire állja meg ez a kijelentés? Én azt gondolom, hogy nagyon aktuálisak ezek a dolgok ma is, a mi karizmatikus egyházunkban is egyébként, mert én azt tapasztalom, hogy jöhet bárki bárhonnan, és mondhat bármit, meg átérhet bármit, és azt elmesélhet, és az lehet rám hatással. De annál nagyobb erőt, amit a Sola Scriptura képvisel, vagy egyedül a Szentírás, hogy az igének a hirdetése hozza létre a valódi hitet, ennél nagyobbat nem ismerek. Tehát amikor valaki nekem az igét hirdeti, és ez az ige hirdetés hoz bennem létre hitet, ennél nagyobb dolog nincsen, és ez a mi karizmatikus egyházunkban ugyanúgy egy nagyon fontos igazság. Tehát meg kell mérni mindent az igével. Tehát összhangba kell hozni. És az összes többi szerintem ugyanúgy aktuális. A megigazulás, a hit által való megigazulás, a kegyelemből való üdvösség, az, hogy ez nem arról szól, hogy a mi saját minisztrinket építjük, a saját dicsőségünket keressük, hanem az Isten dicsőségét akarjuk építeni, és hogy nincs más közbenjáró, hogy nem vagyunk fontos, annyira fontosak, mint amennyinek gondoljuk magunkat, hanem hogy egyedül Krisztus a közbenjáró. Én annyit tennék hozzá, mindezt természetesen elfogadva, hogy voltak nagyon pozitív hatásai a reformációnak a világra. Igen. Amiből a világ is felismerte azt, hogy úgy is, hogy nem lettek élő hitű keresztényekké, igen, vagy hívőkké. Csak két dolgot szeretnék mondani. Ugye az egyik az, hogy például a tordai országgyűlés
1568-ban a világon először kimondta a vallás szabad választásához való jogot. És ott akkor négy felekezet lett megemlítve, mert ez volt a katolikus, a református, a demokratikus és az unitárius. De maga az, hogy bejött egy ilyen hozzáállás, hogy igenis te emberként dönthetsz, ez egy hatalmas vívány volt. Vagy mondok egyet a nazarénus vonatkozásban, ugye ezt ismerem a saját magam vonatkozásában, hogy például mivel a nazarénusok nem intézményesített, vagy anyakönyvezte semmiféle felekezet, sőt, kimondottan ellenük voltak, ezért úgymond vadházasságban éltek, mert nem volt senki, aki legitimizálta a házasságot, magukon belül természetesen megvolt az, hogy annak a rendje, ahogy összeházasodtak emberek, rengeteg gyerek született, így mondom, zabi gyerekként. És akkor egy szegedi ügyvéd volt az első Magyarországon, aki ezt felvállalt, az országgyűlés elé vitte, és gyakorlatilag ennek eredményeként jött létre a polgári anyakönyvezés. Tehát, hogy adjunk nekik egy teret, hogy ne legyenek azok a gyerekek, zabi gyerekek. Tehát ezzel a két hasonlattal azt akartam elérni, hogy ezeknek az igazságoknak a megélése a hívő emberek életében óriási pozitív változást hozott ő bennük is létre, ami kihatott a világra, és lehetne sorolni rengeteg volt. És persze volt negatív is. Földulták a templomokat, polgárháború volt, gyilkolások, stb. De az a lényeg, hogy valami olyan megmozdult, amiből egyértelműen látjuk azt, hogy pozitív és negatív értelemben is a reformáció az egy változást hozott létre az emberek életében. És ennek az alapja az a bizonyos pont, amit mondasz, bizonyos pedig az, hogy mint hívők, mint nem hívők, ezt megnyerték, és hát most nem akarok ebbe tovább, mert nyilván az idő rövidsége miatt, de aztán ez kiterjedt a világra, hát az egész földön gyakorlatilag a mai napig elfogadott tétel, hogy a reformáció visszafordulhatatlan gazdasági, ideológiai, gondolkozásmódbeli változást hozott létre az emberek életében. Hatalmas vívmányok. Épp ezért nem szeretném ezt a kérdést elengedni, és továbbra is ezt feszegetem, mert annyira fontos dolgok, az egyházat egy olyan kontextusba helyezték akkor is, ezek az igazságok, egy olyan megújulást hoztak az egyházba, hogy te is mondod, hogy az egész világra kijöttött, az egész a kultúrát, a gazdasági életre, a tudományra, mindenre kijöttött. Ugye ez a fajta ébredés, hogy mégis azt látom, hogy a jelenkori egyházban, hogyha egy figyelem a tanításokat, a prédikációkat, a különböző irányzatokat, mozgalmakat. Ennek az öt igazságnak, vagy csaknak a felfedezése, a megújítására nagyon kevés erőfeszítést látok a különböző egyházak, irányzatok részéről, mint hogy sokkal fontosabb lenne mondjuk a szolgálati ajándékoknak a működése, a nyelveken szólás, és sorolhatnám a különböző tanítások. De sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a modern egyház, akár a karizmatikus, akár a protestáns, tényleg a különböző mozgalmak, és ezek nem ezek vannak a fókuszban valamiért, valamilyen rejtésoknál fogva. És a kérdésem az, hogy mi ennek az oka? Hát én azt gondolom, hogy először is minden mozgalomnak az van a középpontjában, amilyen igazságot felismer. Ugye ezek régi, új igazságok általában, olyan ritkán van olyan, hogy valamit találunk, amit senki elhettünk, hanem ezek az igazságok megújulnak, újra felfedez egy nemzedék. Ezek néha az ige tanulmányozásán keresztül jönnek, néha Isten spontán beavatkozása, mert szeretne valamit véghez vinni. Elküld olyan embereket, akik rendkívüli természet fölötti erővel működnek, és lerombolják azokat a beállt, megrögzött vallásos tanokat, dogmákat, amiket addig mindenki kötelezőnek és a végső igazságnak ismerte el, és ezek mind megkérdőjeleződnek. Az, hogy van ez a megújulás, nem megújulás téma, egy kicsit visszakarolnék oda, hogy ugye Jelenések könyvében van az első gyülekezet, az efézusi, amit megdicsér az Úr, hogy szorgalmas vagy, stb. Ellenálltál a hamis tekintélyeknek, és fáradozol az én nevemért, és nem fáradtál, és minden rendben vagy, amit csinálsz, de az Isten szeretete valahogy elkallódott mindeközben. És mindig ez a nagy veszély, hogy amikor az ember buzgolkodik az Úrért, és létrehoz egy formát, az ki tud üresedni.
És már nem azért megyünk Isten tiszteletre, mert akarjuk, hogy Isten szóljon hozzánk, hogy az Úrhoz közel kerüljünk, hogy a testvérekkel együtt Isten trónja elé járulván megéljük a hitünket, és hogy egy kis örök ítéleten menjünk keresztül, hogy az ige megtisztít, és levagdalja rólunk a vadhajtásokat, és helyre tesz, és helyre rak bennünket, hanem azért, mert ezt így szoktuk meg. És az összes többit is lehetne mondani. És amikor csinálunk valamit, és az a valami úgy kiüresedik, és már magunk se tudjuk, hogy miért csináljuk, csak csinálni kell. Akkor válik ez teher, akkor válik üressé, és Isten azt mondja, akkor kimozdítom a gyertyatartodat a helyéről, és akkor a felekezet lekerül arról a placról, elveszte adott esetben a vezető szerepét, háttérbe kerül, és így tovább. És hogyha ugye a protestantizmusnak a nagy virágzás, a híres protestáns boom, ami valóban a minden területen, az állam, a társadalom, a munka, minden területen nagyon sikeres volt hosszú ideig, hogy miért rekedt ez meg, és miért ez a siker miért maradt abba, akkor én ezt egyértelműen ahhoz kötöm, hogy az igétől elfordultak. Ugye bejött a bibliakritika, akkor már szentírás már nem szentírás volt, hanem valami emberi családság műve, ahol a rétegek egymásra rakulva, nem tudom én micsoda, és egyszerűen már kijelentést nem tudtak venni belőle, mert nem hitték el, hogy van kijelentés, hanem csak emberi művet, emberi családságot. Generációk százai nőttek ebben fel, és akiket így szocializáltak, azok egy része elment aztán a világba. Isten tagadó lett, vagy agnosztikus lett, vagy szabadkőműves lett. Pontosan azért, mert azt mondta, hogy hát ebben a világiak jobbak. Hát az egyház mindig kullog a világ után ebben a tekintetben. Egy másik részük viszont éppen azt mondta, hogy hát lehetetlen, hogy ennyi lenne, és elkezdett visszatérni azokhoz az igazságokhoz, újra leásni, újra felfedezni ezeket a dolgokat. De ha ma az ember beszélget egy református teológussal, egy átlag protestáns lelkésszel, akkor a többség elmondja, hogy a teológián nagyon nagy harca volt azzal, hogy elveszíti a hitét, vagy nem. Ez súlyos állítás. Tehát nem úgy jön a teológia, hogy a hitében megerősödve lobogó hallja, hanem úgy, hogy tele van kétségekkel, és tele van kételyekkel. A mai egyházra visszatérve, ugye kérdezted ezt, hogy hogyan működik ez ma, szerintem ma is működik. Szeretném itt megemlíteni a kegyelem mozgalmat, amiben van nyilván rengeteg túlkapás, mint minden reformációban, de itt is valami visszatérésről van szó, amiről a Tamás beszélt az efézusi gyülekezettel kapcsolatosan. Van most egy nagy visszatérés az Isten szeretetéhez, annak a mélységéhez, és rengeteg ember van, aki megtapasztalja azt, hogy ez gyökeresen megváltoztatja az életét. És visszautalva arra a példán, amit hoztam pont Erdőbényével kapcsolatosan, azért voltak tömegek, akik a vallásukat megváltoztatták, mert egyszerűen tetszett nekik a szabadság. Tehát tetszett nekik az, hogy lerúghatnak magukról egy csomó fölösleges dolgot, és kijöhetnek a szabadságra. És lehet most is látni, hogy az igazság ma ugyanígy szabaddá teszi az embereket. És jelen van ez a hang az egyházban, és ez... az az igazság, hogy ennek ereje van. Tehát ezt lehet megpróbálni elfolytani, ezzel szembe menni, de ez arra kényszerít egyébként mindenkit, hogy gondolja felül, vagy bírálja felül, gondolja újra a saját személyes hitét. Arra is szeretnék reagálni, amit a Tamás mondott, hogy nagyon sok tanítás, ami az igazságnak az alapelveit fektette le, az tanításként, dogmaként beépült az egyháznak az életébe, de személyes kijelentés nélkül ez nem működik. Azt mondja a Biblia, hogy a hit az hallásból van, ami azt feltételezi, hogy Isten személyesen szólt hozzám. És ennek ma is óriási szerepe van, hogy szüksége van az embereknek arra, hogy az Isten személyesen szóljon hozzájuk, és hogy legyen egy személyes kijelentésük, és hogy ebből jöjjön létre egy hitük. Én olyan közösségben éltem föl, ahol ezeket az alaptételeket mindig is hirdették. A hit általi megigazulást, az Istennek a kegyelmét, a kegyelemből való üdvösséget, azt, hogy nincs más közbenjáró, csak Krisztus, hogy mindenél Istené a dicsőség, hogy csak a Szentírás lehet a hitünknek az alapja. Ezzel együtt az egészen nem tudtam mit kezdeni addig, amíg nekem nem volt erről egy személyes kijelentése. És amivel sok teológus küzd, mondjuk amikor elmegy a teológiára, az pontosan ez. Hogy önmagában, ha egy igazságként vizsgálgatod, akkor nem fogod megérteni. Tehát az Istennek a szeretetében, az Istennek a kegyelmében nem sok logika van, emberileg nézve. Az ember számára érthetetlen. És amikor
Jézus látja azt, hogy a tanítványainak az életében működik, akkor azt mondja, hogy Uram, hálát adok neked, hogy elrejtetted a bölcsek és az értelmesek elől, és az együgyűeknek pedig kijelentetted. És ezt igazából a Szent Szellem teszi. Tehát a Szent Szellem az, aki kijelenti az Istennek az igazságát, és ez most is működik. És én nagyon gyönyörködök abban, ahogy a Szent Szellem megújítja nagyon sok embernek az életét a mai egyházban is. Meg fölforgat gyülekezeteket, és egyébként ez nincsen felekezethez kötve. Nagyon sok élő hitű gyülekezet van, akár a katolikus egyházban, akár az evangélikus református egyházban, és nagyon sok begyöpösödött közösség van, nagyon sok karizmatikus mozgalomban is, ahol a karizmatikusságnak az alapelveit próbálták meg intézményesíteni, és ahhoz mindenáron ragaszkodni, és működtetni egyszerűen mechanikusan, és a személyes hitnek a megélése a személyes kijelentés nélkül. Én azt gondolom, hogy mindezekkel abszolút egyetértve, hogy amikor elveszti egy egyén, vagy egy mozgalom, vagy egy reformáció azt a állapotot, amit Jézus úgy fogalmaz meg az írástudónak, aki megkérdeződ, de ki az én fele barátom, hogy elmondja, hogy az irgalmas szamaritánus történet, amikor elveszti az egyház, elvesztítjük akár egyénként, akár gyülekezetként ezt a fajta könyörületet, irgalmat, kegyelmet, Isten szeretetét, tehát tényleg kiüresedetté válik az egész, és leszünk olyan papok és léviták, akik simán elmegyünk a bajba esett mellett, holott valamikor mi magunk is ott hevertünk az útszélén a vérünkbe, és voltak, akik oda jöttek, és hirdették nekünk az igét, szolgáltak felénk, és ezzel hozzásegítettek ahhoz, hogy elérjük azt, amit elértünk. Tehát amikor ez a kiüresedés létrejön, és irgalmatlan nokká válunk, noha a rendhez tartozunk, vagy a szervezethez tartozunk, vagy a kiválasztottakhoz tartozunk, de elveszítjük ezt a képességünket, akkor én azt gondolom, hogy ekkor állnak be azok a pontok, és ezt lehetne most egészen a mai legkonkrétabban is, és nevesíteni ezt a dolgot, akkor állunk ott, hogy valamit elvesztettünk a reformációból. És már nincs meg bennünk az a lényeg, ami tényleg ez volt a lényeg, ez a szeretetben, könyörületességben, kegyelemben, stb. Ez csak egy gondolat még ehhez, hogy teljesen egyetértek az Ervinnel, hogy én is azon kaptam magamat sokszor, amikor felismertem egy igazságot. Például amikor felismertem, hogy mit jelent Szent Szellemmel betöltekezni, hogy elkezdem lenézni azokat, akik még nem tartanak ott. Pedig valamikor én is ott tartottam. És ez mindig egy csapda. Egyébként Luther, ő nem akart kiszakadni a katolikus egyházból, hanem elűzték onnan, vagy kizárták onnan. És ez a mentalitás szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy az igazságot szeretettel képviseljük. Hát ebben Jézus fantasztikus volt. Őben nem megjelent az Istennek az igazsága, a valóság is megjelent az Istennek a szeretete. És erre szerintem nagyon törekednünk kell minden felismert igazsággal kapcsolatosan, hogy az felismert igazságokat ne arra használjuk, hogy felfúvalkodjunk, hogy különnek tartsuk magunkat, ne egy ostorként használjuk, amivel elnyomhatjuk a másikat, mert abban a pillanatban az igazságot már az önigazultságunknak az eszközeként használjuk, és már is letértünk a helyes ösvényről, hanem hogy az igazságot arra használjuk fel, hogy mindenkit emeljünk, és bátorítsuk, és hogy legyen türelmünk ahhoz, hogy emberek felismerjék ugyanezeket a valóságokat. Éppen ezért is olvastam fel a bevezetésként a Filippi 3-ból azt az ége szakaszt, hogy Pál apostol megfogalmazza úgymond a reformációnak a lényegét véleményem szerint. Az, ami háta mögött van, a szemfelejt is előre néz, és növekedni akar, és fejlődni akar, és közben azért figyelemmel van arra is, hogy amiben nem értünk egyet, azokkal legyünk türelmesek, Isten majd ki fogja neki jelenteni. Igen. Viszont mondani egy nagyon fontos dolgot, hogy amire már egyszer eljutottunk, abban álljunk meg. És mondja Attilán majd. Igen, azért csak egy dolgot Pál apostollal kapcsolatosan, igen, meg a türelemmel kapcsolatosan, tehát, igen, hogy
hogy a reformációra mindig szükség van, tehát a Galata levél erre nagyon jó példa, igen, amikor azt mondja, hogy nem értelek titeket, hogy attól az evangéliumtól, amit hirdettem nektek, ilyen hamar más evangéliumot kezdtek el követni, és ott azért nem bánik kesztyűs kézzel azokkal, akik más evangéliumot hirdetnek. Egészen egyenesen egy igéző erőként definiálja ezt Pál. Azt mondja, hogy kicsoda igézett meg titeket, varázsolt el benneteket, milyen hamis szellemi befolyás alá kerültetek, hogy el akartok térni attól az evangéliumtól, amit tisztán és világosan hirdettünk nektek, és akkor pont ezeket sorolja fel, hogy csak azt szeretném tudni, hogy a Szent Szellemet miért kaptátok, a cselekedetekért, vagy azért, mert amikor hirdettük nektek az evangéliumot, akkor azt elhittétek. Igen, igen, igen. Tehát akkor azt tulajdonképpen én azt értettem meg az utolsó kérdésem, mire adott válaszaitokból, bennem azt fogalmazódott meg, hogy azt mondjátok, hogy itt van ez az öt csak, ez az ott szóla, hogy a csak a Szentírás, csak hitáltal, csak kegyelemből, csak Jézus és csak az Úr a dicsőség, ebben azért mindenki egyetért a teológia szintjén, minden keresztény elfogadja, és azt mondja rá, hogy ámen, de úgy tűnik, hogy ez intézményesültek ezek az igazságok, nagy részt, és sokan tanítanak róla, de kevesen értik. Hát az a kérdés, hogy ezek az igazságok a szívbe vannak-e írva? Igen, igen, erre akartam. Vagy egy ilyen igen, 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 temetői műemlékre vannak rávésve, mint igen, szép arany betű. Itt jó, jó. Mert hogyha én végighallgatom a különböző tanításokat, akár az interneten, vagy bárhol, nagyjából azért azt látom, hogy nagyon kevesen beszélnek tisztán ezekről az igazságokról. Kevesen tulajdonképpen nagyon nagy a vita. Ezek közül az igazságok körül óriási vita. Hát csak a hitből való megigazulás, hogyha veszük, vagy a kegyelemből való megtartatást, akkor sorolhatnám. Nagyon nagy a vita ezzel mégis, amikor konkrétan szó esik erről, egy adott szövegkörnyezetben, akkor különbözőképpen értelmezi a különböző irányzatok, keresztény irányzatok, gyülekezetek ezeket a Luther által lefektetett téziseket. Annyi csak azért, hogy miért van ez így. Luther egy bátor ember volt, és azt gondolom, hogy ha ezeket az igazságokat hitelesen képviseljük, az valahol egy botrány. Uh-huh. Az evangélium az egy botrány. Uh-huh. És bátorság kell ezt bevállalni, és ezt hirdetni. Mert annyi látszólagos ellentmondás van benne, uh-huh, hogy Ami vád ér bennünket is, hogy most akkor mi a bűnt pártoljuk, hogy az embereket a bűnre buzdítjuk, arra jogosítjuk föl, holott erről nincsen szó. De ha nem hirdetjük, akkor az emberek nem fognak ebben hitre jutni. És ha nem jutnak hitre, akkor a saját erejükből sohasem fognak megszabadulni a bűneikből. És soha nem fog megváltozni az életük. És sokszor bennem is ott van a dilemma, hogy bemerjen vállalni, hogy érdemes fölvállalni ezt a dolgot, és egyébként szerintem érdemes, de ez egy újból egy küzdelem, ez a hitnek a harca, a hitnek a küzdelme. Tehát itt a történelmi példa erre, bocsánat Ervin, aztán majd mondjad, mert tudom, hogy akarsz mondani, hogy ez a fajta reformáció, ez ami ott kipattant, az a szikra, ugye ezeknek az igazságoknak a épülve, azok mekkora változást hoztak, hogy milyen erő volt ezekben. Látja az egyház ezt. Tudjuk. Világos a számunkra. És mégis óriási a vita ezek között. Igen, de Luther nem csak bátor volt, hanem Luther kereső is volt. És Luther a keresését az abban látjuk, hogy amikor ő ezeknek a tételeknek a lefutását látta, például a polgárháború kirobbanását, a templomok kifosztását, akkor megszagadta a ruháját, igen, ugye idézőjelben, és azt mondta, hogy nem ezt akartam. Igen. Én nem ezt akarom. Igen. Nem azt akarom, hogy öljék az emberek egymást, hanem hogy szeressék egymást. Tehát igen, én azt gondolom, hogy mindig ez a kettősség jellemzi az új dolgokat, mondjuk így a reform dolgokat, és ennek vannak nagyon elképesztő fölemelő ága, ami az embert
és mindenki teljesen, amiről beszéltünk, belül tudja, hogy ez is az igazságérzet, és az Isten szeretet, és az istenészsége egy megelégedést nyer. A másik oldalon meg megjelennek a szélsőségek is. Ezért én azt mondom, hogy bármelyik üzenetet mi is, amikor kijelentésként megkapjuk, akkor azért tudnunk kell, hogy a jószág lépése szerint kell haladnunk. Tehát nem futhatunk előre, mert lesznek, akik félre fogják érteni, és például én nem akarom megbotránkoztatni egy embert se azzal, hogy a kegyelem üzenetére ő azt mondja, hogy akkor lehet bármit csinálni, és elmegy, és házasságot tör, és földújja a tulajdon életét. Akkor én is megszaggatom a ruhámat, és azt mondom, hogy nem erről beszélünk. Nem ez az üzenet. Az üzenet az, hogy az Isten jóság, az Isten kegyelme jobbá tesz, nem pedig a visszaélésekre ad okot. És ezt nem könnyű. Tehát ezért tényleg valóban egy nagyon bátor volt az egyik oldalon, és nagyon istenfélő, és nagyon felmérte azt, hogy ez a fajta kiengedjük a palackból a szellemet, hogy azért az tud olyan dolgokat is létrehozni, amik nagyon, nagyon beláthatatlan következmény lehet. Én érdekességképpen azt tenném hozzá, és talán ez is elgondolkodható, hogyha megnézed mondjuk Ágoston véleményét a megigazulásról, és összehasonlítod Lutherével, nincs nagy különbség. A tanítás szintjén nem olyan drámaiak a különbségek. A hangsúlybeli különbségek lesznek, de nem olyan drámaiak a különbség. Tulajdonképpen épp a megigazulás területén mondanám, hozott alig valami újdonságot. De a gyakorlat mégis gyökeresen más. És ma is nagyon sok olyan dologban, amiben azt gondoljuk, hogy mondjuk egy katolikus hitgyakorlat mögötti tanítás radikálisan eltér egy protestáns felfogástól, pláne egy neoprotestáns felfogástól. Ha összeveted ma azt, ami írva van, azt, amit konkrétan tanítanak, mondjuk a gyerekkeresztség ügyében, akkor azt látod, hogy a tanítás szintjén nincs olyan nagy különbség, de a gyakorlat szintjén óriási különbségek vannak. Csak egy dolog még, amit felvetettél, hogy hát látjuk, hogy mekkora erők szabadultak föl, amikor Luther hirdett, és mégis ott van bennünk az óvatosság. Igen. Mert ez a hitnek a harca, hogy emberi erővel akarjuk megoldani. Így van. Vagy pedig merünk abba hinni, hogy benne van az Istennek az ereje ebben az egészben. És nagyon nehéz kiengedni a kezünkből a gyeplőt. És nézd meg, kiment. Pál a Galatáknak pont ugyanezt, ezt igazából azt mondja, hogy ez a tét. Tehát amikor el akarnak hajolni a kegyelem evangéliumától, akkor azt mondja, hogy amit a szellemben kezdtetek, azt most emberi erővel akarjátok folytatni. És ez egy óriási dilemma. Mert ki kell lépni a vízre. És ott abban a pillanatban, hogy leveszed a tekintetedet Jézusról, elkezdesz elsüllyedni. És benne van az a rizikó is, meg az a kockázat, amit az Ervin mondott, hogy elkezdett hirdetni a kegyelmet, az igazságot. Az igazság azt eredményezi, hogy az emberek felszabadulnak. És a szabadságban felszínre jönnek a gonoszság is, ami a szívben van. Amiket aztán kezelni kell. Addig is ott volt, csak el volt nyomva. Így van. És felszínre jön. És amikor felszínre jönnek ezek a dolgok, akkor nyilván mondhatnánk, hogy jogosan ér bennünket a vád, hogy rosszabb a helyzet, mint volt annak előtte. De ez nem így van egyébként. Én a személyes életemben is azt tapasztaltam, hogy szembesültem az Istennek a kegyelmével és a szabadságával, rájöttem egy csomó olyan dologra az életemben, negatív dologra, ami nem is gondoltam, hogy ott van. El volt folytva, el volt nyomva, nem ismertem gondolni rá. De hogy ezek a dolgok felszínre jöttek, az Istennek a kegyelme ezeket a dolgokat is elkezdte szépen lemetszeni az életembe és megváltoztatni. És ez csodálatos, mert ez az Istennek a munkája, és nem az én erőfeszítésemmel múlik. Hát látjuk, hogy ez a reformáció dolog, ez egy nagyon lassú folyamat, tehát nem kell itt azt gondolni, hogy valaki felfedez egy igazságot, és azonnal olyat robban, mint mondjuk Luthernál, és nagyon türelmesnek kell lenni egymáshoz, meg tényleg az van, hogy Pál is említette abban a bizonyos igazságban, hogy legyünk türelmesek, hogy majd az Isten ki fogja azt is jelenteni. De viszont mond valamit, hogy ragaszkodjunk ahhoz, amire már eljöttünk. És akkor ez a fajta tolerancia, ez a fajta türelem egymás felé a keresztény palettán a különböző irányzatok tekintetében. Az ökumenizmus része ennek a reformációnak, vagy inkább az akadálya? Mennyire a része, mennyire az akadálya ennek a folyamatnak, annak a reformációnak, amit a Szent Szellem végez az egyházban? Mi gondoltuk erről? Nyilván az ökumenizmusban a jó rész az, hogy a tagok egymásra találnak, és akik egyébként meg van írva, hogy egymásnak tagjai vagyunk,
ez nem egy olyan, hogy majd egyszer azok leszünk, hanem ez egy tény, és ebbe tudunk hinni, és a dolgok egymásra találnak, a test jobban fog működni, ez a jó része. Nyilván, ha az ökumenizmus azzal jár, hogy alapvető hitigazságokat, az igébe vetett igazságokat feladunk a békesség, a nem tudom, micsoda kedve, az elfogadás kedvéért, akkor ez olyan megalkuváshoz vezet, ami nem kedves Isten előtt, és ennek rossz gyümölcsei lesznek. Hát igen. Azért ez egy jelenség, amit mondasz, hogy valaki fölismer egy igazságot, és már is alapít egy új egyházat ennek mentén. Persze. És ez sem egy... Ez hát, feltétlenül nem feltétlenül ez volt benne Krisztusnak a főpapi imájában, amikor az egységért imádkozott. Ugyanakkor... Igen, de Jézus nem szervezeti egységére. Így van, ezt akarsz mondani. Imádkozott. Én szellemi egységben vagyok, a hotent ott a gyülekezettel, akik szeretik az Urat, pedig nem is így ismerjük. Így van. Erre akartam utalni, hogy az ökumenizmus az inkább egy ilyen szervezeti egység, ami egyébként először csak a protestáns felekezetek között működött. Tehát én gyerek voltam, emlékszem, ugye... Most az atya meg a fiú között milyen szervezeti egység? Így van, mint rendes baptista gyerek. Jártam az ökumenikus ima hétre, ugye, gyerekkoromban, és akkor valamikor a 80-as éveknek az első felében jött a nagy változás, amikor már a katolikusok is beszálltak ebbe a mozgalomba, de ez egy szervezeti egység volt, és egyébként azok, akik meg hitre jutnak az Istennek a szeretetében, meg Jézus Krisztusnak a váltság művében, azok megtalálják egymást felekezettől függetlenül, és az Isten szelleminek a munkája nem nagyon figyel ezekre a szervezeti dolgokra. Igen, én ezből az egész ökumenizmusból az a véleményem, amit tényleg többször hangsúlyoztam is, hogy ha arra nézünk, amit Jézus tett értünk, az összehoz bennünket, igen, ha arra nézzük, amit mi teszünk Jézusért, az meg mindig falat. És én azt gondolom, hogy ez így van mindenkor, ez minden időben igaz. Itt hát, lejárt, igaz. Ez tényleg nagyon jó. Tehát akkor ki tudjuk azt mondani, hogy ez a reformáció örök. Ez megállja helyét, ez a mondat véleményeket szerint. A Szentpéter reformán, de mondták, a régiekre az egyházat szüntelenül reformálni kell. Örök, én azt gondolom, hogy igen. Igen. Én magam tapasztalom például személyes életemben is, hogy mennyire nehéz egy rövid ember öltő alatt is, milyen nehéz elengedni bizonyos dolgokat, és elfogadni azt, hogy azért ezt meg lehet máshogy is közelíteni, és az, hogy a testvérem megközelíti, az is bírja a Szent Szellemnek az ihletését, nem csak az, hogy én közelítem meg, tehát öröknek tartom még saját magamban is. Hát akkor legyen ez a végszó, nagyon köszönjük, hogy eljöttetek. Jövő héten találkozunk ismét, ugyanitt, ugyanebben az időpontban.